120 felnőtt csapat adta le nevezését a 2019-2020-as szezonra, és ezzel a létszámmal a megye Budapest és Pest megye után Borsod és Győr-Sopron megye társaságában a harmadik legnagyobbnak számít az országban, több mint 11 ezer igazolt labdarúgóval. A 16 első osztályú és 48 második ligás együttes mellett a megye 3-ban 56 csapat szerepelt. Mint az MLS megyei igazgatója elmondta, egy-két kivételtől eltekintve rendben zajlottak a hétvégi fordulók. Egy átlagos idényt zártunk, szerencsére elég sok csapattal neveztek az együttesek, akár a felnőtt, akár az utánpótlás bajnokságokra gondolok. Kereken 120 egyesület adta be a felnőtt osztályokra a nevezést, majdnem ennyien be is fejezték, hiszen egyetlen egy együttes szűnt meg, illetve hát nem szűnt meg, hanem ki kellett zárnunk az ősz folyamán a megyei másodosztály Ritközberencs csapatát, hiszen háromszor ugye nem álltak ki egymás után, a többiek még versenyben vannak. Utánpótlás szinten volt 30 U16-os, illetve 40 U14-es csapat, valamint ugye a futszál korosztályos bajnokság is, amik már javába zajlanak, akár U17, akár U20, akár U15, nyugodtan mondhatom, hogy szép számmal jelentkeztek, emellett ugye a lányfoci is két korosztályban, U15 és U19-ben jelen van, mind a labdarúgás, mind a futszál szakákban, valamint az öreg fiúknál is hat együttes verseng egymással. Bár új nagypálya nem épült ezen az őszön, több településén is igyekeztek komfortosabbá tenni a sportközpontokat. Szépülnek a létesítmények, ezt nyugodtan kijelenthetem. Ebben a szezonban is volt az ősszel most több olyan csapat, az összes osztály figyelembe véve, aki például vagy minden mérkőzését idegenben játszotta, vagy éppen most minden mérkőzését odahaza játszotta, mert tavasszal fog a létesítménye megújulni, és akkor nem lesz ugye lehetőség hazai bajnokit rendeznie. Emellett is szépültek folyamatosan létesítmények, úgyhogy mellette még lehetett bajnoki mérkőzéseket játszani. Új pályák épüléséről jelenleg, ha mi nagy pályát illet, nem tudok, de természetesen csinosodnak az öltözők, a kispadok, a pályák. Az igazgatóságon a holt szezonban is dolgoznak, hiszen tart a futszál szezon, emellett a téli tornákat és a következő idényt készítik elő a munkatársak. A futszál szakágat említettem ott, ahol tényleg U11-től kezdve U20-ig minden korosztályban, tehát 5 korosztályban folyamatosan versenyeztetjük a csapatokat, akik jelentkeztek. Nyugodtan mondhatom, hogy a téli holt időben azért nagyon sok csapat él ezzel a lehetőséggel. Női szinten is U15-U19-ben, fiú szinten meg 5 korosztályban. Emellett viszont labdarúgás szakákra kiírunk ugye két tornát, egyrészt a műfős nagypályás tornát a felnőttek részére, ahol 50 csapat jelentkezését vártuk, és ez az 50 csapat ez jelentkezése meg is történt. 4 helyszínen, a már megszokott Tarpa, Kisvárda, Nyírbátor és nyíregyházi helyszíneken fognak játszani, minden csapat 4 mérkőzést, ez január 25-én kezdődik és február 16-áig tart ez a torna, valamint a 8. alkalommal már megrendezzük idén a Nyírerdő kupát is, a teremtornánkat, amit szintén ugye megyei felnőtt csapatok részére szervezünk, itt 30 csapat jelentkezését várjuk, itt még lehet nevezni. Az átigazolási szezon január 15-én rajtól és február 14-éig tart. A téli időszakban csak klubja hozzájárulásával válthat csapatot az érintett játékos. A megyei első osztályban február 23-án, a második és harmadosztályban pedig 2 héttel később kezdődik a tavaszi idény.